Facebookot le kellett zárnunk, de kitartott egy botrány, csak önök lemaradtak róla. Portugáliában voltam, de már azóta nincs normális Facebook. Le kellett zárnunk a Facebookot. Kiderült, hogy ez a Marilyn Monroe az egy másik probléma, mert az egy másik hölgy. Ez a Marilyn Monroe botrány, ez eljutott apámékhoz is. Tehát ő nem volt a Kennedy elnök szeretője, másnak sem volt a szeretője, így nézett ki, mint én, és egyedül élt. És önöknek tíz sokkal ilyenket állítani, hogy csak azért, mint nézek ki, bárkit megkaphatok. Mert mit látják, senkit sem kaphatok meg. Hi! Barátom. Vannak barátaim itt. Tehát, úgy elmondom, tehát egy ilyen nő, mint én, senkit sem kap meg. Egy ilyen nő, mint én, szabadon él. Egy ilyen nő, mint én, fölázítja a többi hölgyet, de. És a többi hölgy is omásra szabadon él. Ezért az uraknak pedálozni kell a hölgyeknek, de kedvességgel, ajándékokkal, pénzzel, majd később adok nekik, jó adjanak meg. De addig pedig most szeretettel, jó? Jó adjanak már meg, megint kaptak majd ajándékot. Idén nincs időm pénzért, ami ide kell, hogy jöjjenek értem, mert mennem kell Budapestre, csak onnan tudok rendelni, jó?